Üdvözlöm a Karcag Televízió minden kedves nézőjét! Mai vendégünk dr. Pintér Zoltán Árpád, a Karcagi Nagykun Református Gimnázium és Egészségügyi Szakgimnázium pedagógusa. Üdvözlöm és köszönjük, hogy elfogadta a meghívásunkat. Tisztelettel köszöntöm én is a televízió nézőket, és köszönöm szépen a meghívást. Nemrég értesültünk róla, hogy megjelent tanár úr új könyvének a kézirata. Mit lehet tudni a kötetről? Hát igen, ez egy gyakorlatilag hosszabb ívű történet, és egy picit a régmúltra nyúlik vissza. Ugye most lassan egy hónap múlva, 2020 októberében lesz 3 éve, hogy megjelent a korábbi kötetem. Sokan ismerhetik Karcagról ezt a kötetet, ez a Háború körében című kötet, amely gyakorlatilag a 20. századi Karcag múltjával foglalkozik, gyakorlatilag a két világháború Karcagvárosra gyakorolt hatásmechanizmusait elemeztem benne egy szaktudományi monográfia műfajában, egy egyébként ritka elemzési módszerben, ami Magyarországon nem annyira divatos, még inkább Nyugat-Európában elterjedt, az úgynevezett hátország történetkutatás műfajában. Én a mai napig azt tekintem számos más publikációm mellett a úgymond a nagy műnek, amivel tényleg rengeteget dolgoztam, sok évnyi kutatás van abban a munkában, rengeteg háttérmunka, rengeteg munkaóra és energia van abban a kötetben, és egyébként a mai napig büszkén fogadom, ha elismeréssel, gratulációval fordulnak hozzám, hiszen sok mindenkihez eljutott már ez a kötet. Amit viszont nem szoktam emlegetni, és itt most töredelmesen bevallom, hogy én nagyon elfáradtam. Akkor, amikor ez a kötet megjelent, én akkor megfogadtam magamnak, hogy hát most pihenni kell, takaréklángra kell tenni a kutatást, mert a gimnáziumi feladatok mellett, meg egyéb más közéleti feladatok mellett azért nagyon sokat kivett belőlem ennek a megírása. Na, ez a fogadalom sikerült tulajdonképpen annyira jól, hogy ezt én 17 őszén megfogadtam, hogy bizony most takarékláng jön, és most nem kutatok, de 18 tavaszán már én elkezdtem egy új kutatást körvonalazni, sőt, gyakorlatilag 2018 nyarán én elkezdtem levéltározni ismét, és az elmúlt 3 évben magyarországi, sőt, volt olyan, hogy külföldi levéltárakba is eljutottam, ott levéltári iratokat, iratanyagokat, fondokat, állagokat kutattam, szereztem be, és gyakorlatilag 2019 őszétől, hát néhány napja fejeztem be a kéziratot, 2020. augusztus közepéig folyamatosan írtam, amikor csak időm volt rá, nyilván a szünetekben egy picit jobban meg tudtam ezzel a munkával lódulni, az iskola időben kevésbé. Ami viszont fontos, hogy most egy kissé elkanyarodtam a korábbi kutatási iránytól, bár én egyébként 20. századdal foglalkozó történész vagyok, sőt, megmarad szívem csücskének a 20. század, és Karcagtól sem kanyarodtam el nagyon, de most egy 18. századi karcagújszállási katonatisztnek a szaktudományos biográfiáját alkottam meg, tehát tulajdonképpen egy katonai életutat követtem végig a 18. század korszakán, ami egyébként történészként azt mondom, hogy egy egészen más korszak, nagyon más megközelítést igényel, mint maga a 20. század, egy lovagiasabb, én a könyvben meg is magyarázom, egy szimmetrikusabb, a lőpor egyensúly szimmetriájában működő korszak, ugye a 18. század egészen más megközelítést igényelt a feldolgozása. Ha esetleg az érdeklődőket tovább lehet csigázni, akkor ráadásul, és szerintem ez nem olyan nagy titok, elárulhatom, hogy a Zrínyi Katonai Könyvkiadó gondozásában fog majd a kötet megjelenni, ami szerintem most Magyarországon az egyik legjobb történelmi szakkiadásokkal foglalkozó kiadó, és a kiadóval tárgyalásokat folytatok az ügyben, és úgy néz ki, hogy meg is valósul, és emiatt tényleg különleges lesz a kötet, hogy bilingvis kiadványként két nyelven fog megjelenni, tehát az én magyar nyelven megírt kéziratom kap egy szaknyelvi angol fordítást, és ha minden jól megy, akkor ez egy vaskos, jelentős kötetként fog megjelenni két nyelven, két szaktudományos lektorációjával, nagyon különleges mellékletekkel, amiket nagyon nem volt könnyű beszerezni, de hál' Istennek sikerült, úgyhogy izgalommal tekintek a jövő elé, bár a valósághoz hozzá tartozik, hogy a kéziratot ugyan leadtam a kiadónak, de pontosan az említett tervek miatt ez szerintem 2021-re fog átcsúszni a megjelenése. Várjuk majd, és a könyvemutatót is. Természetesen. Nagyon érdekes lesz. Budapesten is és Karcagon is mindenképpen. Köszönöm. Számos elfoglaltság, mint például ez is, ugye látjuk, hogy ez is nagyon sok időt, energiát veszel, de hát hatalmas öröm van benne. 2020 májusában megválasztották a Kovács Mihály Baráti Társaság Egyesület elnökévé. Mik az Egyesület jövőbeli tervei?
Maga az Egyesület az úgy gondolom, hogy Karcag kulturális életében nagyon fontos szerepet tölt be. Ez egy közel 30 éve fennálló egyesület, ráadásul a tagság az a város kulturális szellemi életének számos illusztris tagját foglalja magába. Úgyhogy fiatal emberként átvéve egy egyébként remek korábbi elnöktől a stafétát, picit nehéz helyzetben vagyok, bár kitüntető a szerep, de nagyon nagyok az elvárások irányomban. Valószínűleg elvárja tőlem a tagság, hogy egyrészt az egyesület mentalitásán ne változtassak. Maradjon meg a baráti társaság az öntudatára, a nagykungyökereire büszke karcagiak gyűjtőhelyeként, amivel maximálisan egyetértek, ugyanakkor új lendületet kell vinni az egyesület életébe, és ez így egy picit nehéz, hiszen ez a két út egy picit nem egy irányba mutat. Az egyesület új titkárasszonyával, Plósz Csilla igazgatóasszonnyal közösen tervezzük az egyesület a baráti kör jövőjét. Két tervünk van igazából az egyesület életének menedzselésére. Egyrészt mindenképpen azt látjuk, hogy a tagságot horizontálisan bővíteni kell, nyitni kell új tagjelöltek jelentkezők irányába, különösen a fiatalokat célozzuk meg, olyan a hagyományunkra, hagyományainkra, kultúránkra, lokálpatrióta származástudatunkra, öntudatunkra büszke fiatalokat kívánunk az egyesületbe bevonzani, akik büszkék arra, hogy itt a nagykunságban Karcagon gyökereznek. Másrészt viszont az egyesületnek az anyagi eszközök terén kell fejlődést mutatnia. Lépéseket tettünk különböző pályázatok, szponzorációk révén arra, hogy akár már a jövő évben, akár a későbbiekben, de mindenképpen mozduljunk ki a jelenlegi helyzetünkből, vállaljunk organizátori, tehát irányító, szervezői szerepet, például városi rendezvények, akár önálló rendezvények szervezésére. Ha erre nem volnának meg az anyagi eszközeink, akkor pedig nagyobb városi rendezvényekbe kapcsolódjunk be, és vigyünk új szint, új irányt ezeknek a működésébe. Úgyhogy terveink vannak, energiánk van hozzá, reméljük, hogy a körülmények is úgy alakulnak, hogy lehetőségünk lesz bizonyítani. 2020. június 4-én volt a centenáriumi évfordulója, a történelmi Magyarországot szétszakító trianoni békeszerződésnek. A vírushelyzet miatt a Dérinéi Kulturális Turisztikai Sportközpont és Könyvtár munkatársaival együttesen egy négy részes rendezvénysorozat valósult meg. Hogyan értékeli, milyen volt a fogadtatás ennek a rendezvénysorozatnak, és a videófelvétel hol tekinthető meg? Igen, na most a valósághoz hozzátartozik, hogyha 2020-ra fogunk jó pár év múlva visszagondolni, mert visszafogunk erre az évre, akkor nagyon sok mindenkinek eszébe jut az, hogy ez az év ez nagyon negatív előjellel marad meg az emlékezet tudatunkban. Gyakorlatilag hozzá fog társulni meggyőződésem szerint az ekkor Európába, Magyarországra betörő pandémiás helyzet, azok a járványügyi intézkedések, amelyek megnehezítik a hétköznapi életünket, és ezek árnyékában bújik meg, és talán ez nagyon szerencsétlen helyzet, hogy ezek árnyékában bújik meg egy nagyon szomorú, de egyébként fontos évforduló, amiről nagyon is beszélni kellett. Ugye az 1920. június 4-én aláírt trianoni békeszerződés centenárium évfordulójára emlékeztünk, ami éppen, hogy a karantén időszak, hát nem mondom, hogy közepére, inkább végére esett, de gyakorlatilag abban az időszakban, amikor még nagyon nem volt ajánlott a járványügyi intézkedések miatt összegyűlni, központi megemlékezéseken beszélni erről. Nekem nagy álmom volt például korábban, hogy egy konferenciát szervezzek Karcagra, remek történészek bevonásával, méltó és korrekt és tudományosan korszerű párbeszédben gondolkozzunk, emlékezzünk a békeszerződésre. Nyilván erre esély sem volt az adott körülmények közepette, de a Dérinéi Kulturális Turisztikai Sportközpont és Könyvtár munkatársaival, nevesül Szepesi Tibor igazgató úrral, jelenlegi polgármester jelölt úrral döntöttünk úgy, hogy az adott körülmények közepette helye, szerepe és igénye van egy filmfelvételen keresztül egy ilyen videósorozat, egy előadássorozat létrehozásának. Én is úgy gondolom, hogy a maradj otthon időszakról van szó, talán sok lehetőségünk nem is lett volna egyébként más módon emlékezni erre. Én vállaltam gyakorlatilag a szakértői szerepet ebben, történelemtanárként, 20. századdal foglalkozó történészként úgy gondolom, hogy valamennyire kompetens vagyok benne, és én azt láttam, hogy a fogadtatása is jó volt ennek a videónak. Jelentős volt egyébként a megtekintési száma, jelentős volt a visszajelzések, az emberek igényelték ezt, az emberek méltóképpen akartak megemlékezni. Nagyon sok korosztály egyébként, én azt láttam, hogy nincsen pontosan tisztában a trianoni béke
megszületésének okaival, hiszen itt beszélhetünk régmúlt történelmi okokról, és beszélhetünk ugye az 1918-20 közötti válságéveknek a történéseiről, de ezek együtt vezettek ez a békéhez. Én ezeket próbáltam a minél teljesebb mértékben elemezni, több mint 2 órás előadás sorozatról van szó, tehát azért volt bőven miről beszélni, és ha bárki még kíváncsi így hónapokkal később is, mert szerintem azért sokan kíváncsiak erre az előadás sorozatra, vagy nem hallott volna róla, akkor a Dériné saját honlapján, illetve a YouTube-on, a Dériné csatornáján megtekinthető ez az előadás sorozat. Jó szívvel ajánlom mindenki számára, Trianonról nem csak június 4-ék alkalmával, hanem mindig is beszélni kell. Sajnos neuralgikus pontja a magyar köztudatnak a mai napig, és azokat a sebeket, amelyek azóta sem hengedtek be a 100 éves időtáv ellenére, igenis kezelni kell. Remélem, hogy ezzel a videósorozattal valamilyen szinten tudtam támogatni a Trianon trauma kezelését. Ahogyan említettük, ugye a vírushelyzet felborította egész életünket, a világ életét, nem csak az ország életét. Ez biztos. Az oktatást, mint pedagógust kérdezem most, a távoktatást, a digitális oktatást, hogyan látja, milyen tapasztalatai voltak, vannak vele kapcsolatban? Ugye amikor 2020 március közepén gyakorlatilag komoly társadalmi nyomásra, de villámcsapásszerűen elrendelték a távtanítási munkarendet, akkor azért nem volt sok illúziónk azt illetően, hogy ez pótolni fogja a hagyományos tantermi munkarendet, a face-to-face kontaktot tanár és diákjai között, de még mindig sokkal-sokkal több lehetőséget hordozott magában a távtanítás, mint hogyha iskolaszünetet rendeltek volna el. Visszagondolva arra az időszakra, ez egy nagyon-nagyon turbulens, nagyon mozgalmas időszak volt, rengeteg kihívás, feladat állt előttünk, nehézség, technikai akadály, szervezési akadályok, viszont ha belegondolok, akár Karcagon, akár országosan a társadalmi felelősségvállalásnak, az összefogásnak az egyik legszebb példája volt az, hogy akkor tényleg mindenki, nem csak a tanárok, hanem a helyzet súlyát átérző diákok, szülők, sőt még a volt öreg diákjaink is, akik egyetemi szünetre kényszerültek, és mindenki szerepet vállalt a problémák megoldásában, gyakorlatilag áthidaltunk számos olyan nehézséget, amit csak a tanárok ott hirtelen egy hét alatt nem biztos, hogy képesek lettek volna, és én nagyon pozitív tényezőként értékelem ezt. Maga a távtanítás, az most már hál' Istennek úgy néz ki, hogy magunk mögött van, és én remélem egyébként, hogy ez egy emlék marad mindannyiunk számára, bár nem tudhatjuk. Utóbb visszagondolva a távtanítás időszakára, én azt mondom, hogy azért olyan problémák alakultak ki menet közben, ami nagyon remélem, hogy a jövőben már újra nem jelentkezik, hiszen gondoljunk arra, hogy a diákok tanmenethez képest elmaradoztak, de még ez lenne a kisebbik gond. Sok esetben nem igazán tudták a tananyagot elsajátítani tanári magyarázat nélkül. A szülőknek elfogyott menet közben a szabadsága, ugye a felügyeleteket nagyon nehézé vált megoldani, tehát a családok is nagyon megszenvedték ezt az időszakot. Arról nem is beszélve, hogy azért vastagon a 2020 május-júniusi vizsgai időszakra is hatással volt a vírushelyzet. Gondoljunk csak arra, hogy például a mögöttünk lévő érettségi időszakban csak írásbeli vizsgák voltak, a szóbelik elmaradásával azért nem biztos, hogy mindig úgy sikerültek a felvételi eredmények, ahogy azt korábban kalkulálták. Én őszintén remélem, hogy nem kerül erre újra sor. Nyilván az ördög nem alszik, tehát megtörténhet, de visszagondolva igenis szép példája volt annak, hogy képesek vagyunk közösségként összefogni, és képesek vagyunk a közös problémákat közösen orvosolni, és szerintem ez egy nagyon fontos tényező a távtanítás tapasztalatait elemezve. Hogyan készül az új tanévre? Komoly kihívások vannak előttünk, azt látom mindenképpen. Egyrészt az oktatási hivataltól minden iskola, általános és középiskolák is kaptak a járványügyi készenlétre vonatkozó úgynevezett protokoll, tehát ilyen előírásokat, ajánlásokat, amelyeket maximálisan be kell tartani, hogy a diákok számára megteremthessünk egy olyan iskola környezetet, ahol biztonságosan és a helyzethez mérten a leghatékonyabban tudnak ugye a tanulmányaikra koncentrálni. Másrészt felmenőrendszerben, például középiskolában is bevezetik az új kerettantervet, ami azért nyilván adaptálódni kell hozzá, a helyi tantervhez ki kell egészíteni, adaptálni kell a helyi tantervhez, ami megint csak komoly feladat számunkra.
És hogyha mondjuk a saját helyzetemet vizsgálom, én például egy végzős 12. évfolyamos osztályfőnöke vagyok, egyébként Tündéri Aranyos osztályom van a 12. B-a Karcagi Nagykun Református Gimnáziumból, ezután is üdvözlöm őket, biztos örülnek ennek, akik mondjuk egészen különleges, de egy héttel az iskola kezdős előtt már minden nap, minden délelőtt bejárnak a gimnáziumba, ugyanis szalagavatóra készülnek, október 17-én lesz a szalagavatójuk, és ők ugye táncolnak, egy tánc instruktor, tánc tanár irányítása mellett szalagavatói táncot gyakorolnak, nagyon lelkesen egyébként. Én úgy gondolom, hogy ha ők ezt meg tudják tenni, értünk. Tehát gyakorlatilag a tanulmányaik mellett rengeteg időt, energiát áldoznak arra, hogy szalagavatói tánccal, műsorral lepjék meg a tanáraikat, szüleiket, akkor az a minimum részünkről, hogy tényleg megteszünk mindent azért, hogy normális, a lehetőségekhez mérten normális iskolát, iskolai körülményeket alakítsunk ki számukra. Valószínűleg egyébként hatással lesz a járványügyi helyzet az ő helyzetükre, a távolságtartás, a különböző köztisztasági normák betartása. Az könnyen lehet egyébként, hogy még az óraszervezést is befolyásolni fogja, de szívből remélem, hogy akár a saját osztályomnak, akár annak az évfolyamnak, de tágabb értelemben a sok százezer diáknak, akik az általános iskolától a középiskoláig terjednek, lehetőségük lesz egy olyan méltó, hozzájuk méltó és szép tanév megélésére, amelynek minden generációnak kijutott eddig, hiszen ha 10-20-30 év múlva vissza fognak gondolni az iskolai évekre, akkor adja Isten, hogy ne az jusson eszükbe, hogy szájmaszk, hogy elmaradó rendezvények, elmaradó osztálykirándulás, hanem az, hogy igenis még ezek között a körülmények között is jó közösségként tudtunk együtt lenni, és harcolni, és gyakorlatilag eljutni a céljainkhoz. Én ezt kívánom. Számos feladata van, és nagyon szépen, sikeresen áll helyt mindenben, ahogy az elhangzottakból is kiderült. 2020. augusztus 8-án vette kezdetét az a kampányidőszak, amely a szeptember 27-i időközi választást készíti elő. Ön a Fidesz-KDNP képviselőjelöltjeként indul, hogyan tekint a jövőre nézve? Ugye 2020 kora nyarán Dobos László polgármester úr váratlan, tragikus halála, majd az ezt követő búcsúztatás után történt egy megkeresés irányomban, hogy a Fidesz-KDNP jelölésében a Karcag 5-ös számú választókerületben vállaljam el a képviselőjelölti szerepet, illetve nyilván lássam el, ha a választók úgy gondolják, a képviselőséget. Én korábban pártpolitikával nem foglalkoztam. Gyakorlatilag a város közéletében is ilyen háttérmunkában vettem részt, számos bizottsági vagy bizottságon kívüli szerepben gyakorlatilag szerveztem vagy segítettem a város életének szervezését, úgyhogy ez számomra egyébként egy nagyon komoly elhatározódás volt, alaposan át is gondoltam. Volt tanárom Dobos László polgármester úr iránti tiszteletből, kedves feleségem biztatására, a családom támogatásával én úgy döntöttem, hogy elvállalom ezt a jelöltséget. Tele vagyok egyébként elképzelésekkel, ötletekkel, és úgy gondolom, hogy energiám is lenne e szerep betöltésére. Nekem nemrég lehetőségem nyílt egyébként egy tényleg hosszabb, sok órán keresztül tartó beszélgetésre Szepesi Tibor polgármester jelölt úrral. Számára én ismertettem egyébként azon elképzeléseimet, főleg az ifjúság politika bizonyos innovációk terén, amellyel talán új irányt, új szint hozhatok a város politikai életébe, segíthetem a város beemelését a 21. század viszonyai közé, és polgármester jelölt úr ezt maximálisan támogatta. Én azt láttam egyébként, hogy nagyon hasonlóan gondolkozik ő is, egyébként innovátor gondolkodású jelöltről van szó. Hogyha 2020. szeptember 27-én a választók úgy gondolják, a választói akarat ezt nyilvánítja meg, akkor én örömmel vetem bele magam a város politikai életébe, és örömmel vállalom a további 10 képviselő mellett azt a szerepet pártpolitikától függetlenül, hogy tehessek Karcag városáért. Én erről ezt gondolom. Köszönöm szépen az interjút. Én köszönöm a lehetőséget. Kedves nézőink, köszönjük a figyelmet. Viszontlátásra!